a mesterem, a Bartók Táncegyüttes. Konkrétan itt nőttem föl, alapból a néptánc meg a népzene így összekovácsol minket. Kultúrát őrzünk, és itt mindenkinek van egy tartásom, és ezen belül egy csapat szelleme, tehát hogy teljesen más a társaság, mint bárhol máshol lenne. Az embernek az életében ki kell jelölni határpontokat. Eddig jutottunk, eddig csináltuk, 55 éves a Bartók Tánc Együttes. 58-ban alapította Tímár Sándor a táncegyüttest, és ez az 55. éve, hogy működik az együttes. Tulajdonképpen ez a nem kerek, de mondjuk egy ilyen jubileumi alkalom, amikor összetudtunk újra jönni, régi tánc számokat, koreográfiákat felújítani. Az a tímári hagyaték, az a táncház mozgalmi módszertan, amit ő kidolgozott, elterjesztett, az tovább él ebben az együttesben. Jönnek a fiatalok, dolgozunk. Mindig vannak hullámvölgyek, hogy kevesebben jönnek táncolni, vagy többen jönnek táncolni, és akkor az írtelen ugye abban marad. Tehát, de ugyanakkor ez folyamatosan fejlődik. Mind a táncház, mind az együttes. Nekem az egészben a legjobb, vagy amit a legjobban imádok, hogy amikor bemegyek a csoportba, akkor barátok közé megyek egy baráti társaságba, és nincsen rivalizálás, hanem mindenki szereti egymást, és akkor ezt a jó érzést még megdobja egy kicsit a népzene és a néptánc imádata. A Bartók Tánc Együttes volt az, ahol mi megtanultunk muzsikálni, és ott az két-három olyan műhely volt az országban, ahol élő parazenére gyakoroltak a táncosok, és tulajdonképpen együtt tanultuk meg a táncosokkal a táncok stílusát, mi zenélni, és a koreográfia is úgy készült, hogy végigotoltunk a próbán, tehát egy élő folyamat volt, utána mindenki értette a dolgát, tehát a hagyománynak az élő megtanulása volt, úgy, mint az anyanyelvet. Egyfajta zenei anyanyelv, vagy tánc anyanyelvnek is lehet hívni ezt, tehát a Bartók mindenképpen egy ilyen műhely volt, és ma is az. Épít, nem rombol. Tehát közösséget például, kultúrát, ő megőrzi a hagyományokat, tehát ez a része az a néphagyománynak, ami élhető. Tehát nyilván mondok valamit, a kendertermesztés vagy a kukorica törés az már nem élhető, mert nincs rá mód. De a néptánc az élhető, és a táncház az élhető. Tehát ez az, ami átmenthető a mi korunkba. Az úrnak papucsa, lapadarnak újcsa, felszállott a csóka. Egyrészt van a tánc, mint hagyomány. De ez addig hagyomány, amíg mindenki csinálja minden nap, amíg beleveszi a mindennapjaiba. Mi belevesszük, ettől Bartók a Bartók. Mi ettől vagyunk bartókosok, hogy a mindennapokban is eljárunk táncházba. És bármennyire furcsán hangzik, ez nem evidens a többi tánccsoportban. Másrészt pedig az, hogy tényleg látom a többiek gyermekeit. Köröszt fiam nálunk táncol. Idáig. Az én gyermekeim is így ismerik maga táncot, és a többi családnak a gyermeke is. Tehát egyszerűen, amikor az együttes vezetőnknek a fia táncolja azt a koreográfiát, amit még ő táncolt régen, 30 évvel ezelőtt. Ez egy megingathatatlan történet. Együttes életforma, ami a mindennapok szervezőjét jelenti, tehát az együttesi közösségért való folyamatos cselekvést, gondolkodást, együttgondolkodást, az együttes életének a szervezését. Szerintem az az egyszerű forma, amit megpróbálunk megtanítani, megtanulni és megtanítani a gyerekeknek, táncosoknak, népzene, néptánc és annak a legegyszerűbb formában való együtt élése, tehát hogy táncolunk, zenélünk, és nem csak táncolunk, zenélünk a színpadon, hanem a színpadon kívül, a próbatermekben, a mindennapokban.